Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Tatai Televízió Mozaik műsorát látják, benne kulturális ajánlóval és természetesen telefonos játékkal. Telefonszámunk 383523, ezen a számon tehetik fel kérdéseiket a témákkal kapcsolatban. Elsőként pedig tartsanak velünk egy kiállítás erejéig. Barátságos környezetben tekinthetőek meg Sulyog Terész festményei. Az akvarell és olajképek mellett találhatunk színes festett díszítésű üvegedényeket is. Azonban igazán különlegesnek a selyemre festett alkotások minősülnek, melyek egy nehéz és időigényes eljárással készülnek. A gyűjtemény, mely leginkább az elmúlt évben készült munkákat tartalmazza, az ünnepek végéig tekinthető meg a Fazekas utcában. A mozaik ma este jelentkezik utoljára Sulyog Teréz által készített háttér elől. Ha városban élő művészeknek valamilyen ötlete van az új háttér kialakításával kapcsolatban, kérjük, keressen meg minket. És most pedig játszunk. Halló! Halló, Kóta Judit vagyok. Szia! Ismered a játékot, igaz? Kirakost fogunk játszani. Igen. Válasz ki közülük egyet, és utána 10 lépésből kell kiraknod a választott tábrát. Ezt. Jó, most összekeverjük, és akkor kezdheted. 7-es, 5-ös, 5-ös, 1-es, 8-as, 6-os, 3-as, 2-es, 2-es, 6-os, 4-es, 1-es. Gratulálunk, sikerült! A Fuji Photo Centrum ajándékát nyerted, ami pedig 3 film és egy üres kazetta, audio kazetta. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottál! Köszönöm! Most pedig a gyerekeknek mese, Vackor kalandjai tovább folytatódnak. Híhaj, hú, Málna utca 27-ben egész télen sose horkolászott tétlen az a poglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kis mackó. Látott eleget. Úgy még mackó nem élvezte soha a telet, tanult is sokat. Jolán néni zsuzsikája szappan buborék fújásra, papírszalvét a gyűjtésre, s más ilyen gyerekességre ugyan jól megtanította a csöbbogjosat, s az idő szaladt. Vackor mézes rocskájába, biza március havára, méz csak egyetlen nyalásra éppen, hogy maradt. Néz, 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 hová lett a méz? Akkor csap a homlokára, vigye kánya, hasamba van az egész. Jolán néni mondja, ej, ne sajnáld, Vackor, a mézet, főzök finom főzeléket, s megeheted az egészet, ha van a hasadba hely. Zsuzsika szól, kell dió? Hát, tej, kérdezi Micó. Bendegúz szól, én is adnék. Gerzson is szól,
Hát én talán lemaradnék. Híhaj, mi legyen? Most már vackor mit egyen? Hogy korgó hasát ne hallják, egy kis sétára megyen. De alig megyen, alig az a kölyök medve, lát én közeledni szembe három embert a hegyen. Jönnek az úton, zsák a hátukon, zsák és jól teli, mert a három ember szembe nyögve cipeli. Kérdi tőlük, kérem szépen, mi van ebben az izékben? Híhaj, mi lehet? Azok az emberek hárman mit cipelhetnek a zsákban? Biza, hogy a meleget, mondják is neki. Sándort, Józsefet, Benedeket, kik zsákban hozzák a meleget, vackortán nem ismeri? Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget. És zsákjukat földre dobják, azon helyben ott kioldják. Zsákból meleg, huss elő, s hó, jég eltűnik azonnal, zöldbe borul a hegyoldal, és virágba a mező. Hé, haj, haja, ha, fut az apró kölyök medve, vígan cigány kerekezve, brummogatva, bukfencezve. Brumma, brumma, vége már a télnek vackor, ha nincs tél, tavasz van akkor, indulj hát haza. Hé, haj, hó, Málna utca 27-ben, csak úgy repes örömében, hújogatva az a foglyos, lampos, lancsos és bozontos, piszén-pisze kismackó. Brumma, 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 ha-ha, indulnom kell még ma haza. Brumma, brumma, bendegúzom, húz haza engem kiskocsidon. Brumma, brumma, gerzsarecsém, vezest kocsinkat az út közepén. Brumma, brumma, Jolán anyó, te édes, kedves szállásadó. Brumma, brumma, te zsuzsika, nincs a szívedben semmi hiba. Brumma, brumma, micó fiam, kutya szolgáljon, mint aki van. Azzal a székről hopsza leszáll, kicsi kocsiba hopsza beszáll. S hé, hajja, hó, indul a ló, indul kis kocsiával, kis kocsiban utasával, bendegúz ékes iával, mint valami csudaló. Előttük fut a kecske, nagy boldogan mekegve. Ház, utca, tér, minden véget ér. Trolik, buszok, villamosok, csilingelők és zajosok, hangotok a csöpmackóhoz ugyan el nem ér. Megy, megy hegyen által, megy, megy dombon által, dombon túlnan, völgyön által, boldogságos vágtatással. Körül a világ már csupa virág, csodás szőnyegek a rétek, virágaik sárgák, kékek, és a fákon ezer rügy minden kis ágon. Hej, haj, haj, ja! A két igaz jó baráttal, a kecskével és a szamárral, annak kicsi kocsiával hamar ér haza. Barlangjuk előtt ott áll vackor édesanyja, s ott mackor az édesapja, és boldogan brummogatva átölelik őt. Azt mondja mackorné asszony, csak hogy látom bocsomat. Azt mondja az öreg mackor, aztán majd mesél sokat. S leült akkor le a két öreggel vackor, s volt ott mese messze hangzó, mindent elbeszélt a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, és bolondos és kolontos, piszén tisze kölyök mackó. Halló, kivel játszom? Sokolom, Lukács és Zsolti vagyok.
Szia, ismered a játékot? Igen. Akkor válassz egyet. F. Mindjárt összekeverjük és kezdheted is. Egyest a kettesre. Kettest a hármasra. Hármast az ötösre. Hatost a nyolcasra. Ötöst a négyesre. Hatost a kettesre. Ötöst a hatosra. Na, még valami hiányzik. Gratulálok, sikerült kiraknod. Meg is mutatom, hogy mit nyertél. Nyertél egy Fuji audiokazettát, és ebből a Fuji filmből 3 darabot. Az Ady Endre úton lévő Fuji fotócentrum ajándéka ezek. Ki szokott fotózni a családotokban? Hát inkább az apu. Inkább apu? Igen. Na most még azt is el kell, hogy mondjam, hogy ha apu most így karácsony előtt fényképezőgépet akar vásárolni, akkor ezt most 10% engedménnyel tudja megtenni. Tehát 10% engedményt kap a fényképezőgép vásárlásra. Köszönjük szépen, hogy velünk köszönöm. Játszottál. Halló, kivel játszom? Pálhász Dáviddal. Szia, ismered a játékot? Játszottál igen, már ilyet? Igen, már játszottam. Jó, akkor válasz egy télapot. Neked is elmondom, hogy 10 lépésből kell kiraknod ahhoz, hogy megnyerd a Fuji fotócentrum ajándékait. Ez legyen. Összekeverjük, és már is kezdheted is. Jó. A 8-ast az 1-esre, az 1-est a 3-asra, azt mondja, hogy a 6-ost a 7-esre, a 2-est a na, hallom, a segítség már jön a háttérből. A kettes az 1-esre. A hatost a 7-esre. Kicsit kezded összekavarni a dolgokat. Hát igen. Vigyázz, túl ne lépd a 10 lépést. A 7-es az a 3-ast az 1-esre. És a 3-ast a 6-osra. Az ott a felső sarokban, jobb felső sarokban az 5-össel kéne valamit csinálni, nem? Uh-huh. Az a 5-öst a... Az 5-öst a 7-esre. És a 4-est az 1. 4-est a 6-osra. Na már alakul. Csak lassan túlléped a 10-et. 5-esre. És a 6-ost a 2-esre. Hát ez 11. De esetetben kivételt teszünk, és te is megnyerted a Fuji fotócentrum ajándékait, egy Fuji audiokazettát és 3 Fuji filmet. Ki szokott fotózni a családban? Hát vagy apa, hát meg vagy a, hát anya, meg apa. És tervez valaki fényképezőgép vásárlás? Mert ha igen, akkor rájuk is vonatkozik az, hogy 10% kedvezménnyel vásárolhatnak most a Fuji fotócentrumban az Ady Endre út 39-es szám alatt lévő üzletben fényképezőgépet karácsonyra, ha ilyen szándékuk van. Köszönöm szépen, hogy velünk játszottál. Köszönöm. Most pedig megyünk tovább, és még mindig a mozinál maradunk. December 20-án rendezik meg a 6. Pán-Európa szupertombolát a Pán-Európa filmcentrumban, ahol nagyon-nagyon sok értékes nyeremény fog majd gazdára találni, és egy filmnek lesz a premier előtti bemutatója. A filmről csak annyit mondok így előjáróban, hogy felfoghatjuk egy tippként is a leendő munkanélküliek számára. De ez csak egy vicc volt. Nézzünk belőle meg egy kis ízelítőt. We're finished, Dave. Extincto.
yesterday's news. Shut it. Some of us are trying to get a job. Hey, and it says no smoking. You forget, Gerald, you're not our foreman anymore. You're just like the rest of us. Scrap. If you were out of work... Get a job. If you want joint custody, then you have to pay your share. And out of luck... Now what? Shut up, I'm thinking. You'd do anything... And you call them Chippendales men? ...to turn your life around. How many lasses were there, though? Thousands. It's worth a thought, though, isn't it? But these men... I don't see why not, Gerald. Because you're fat and he's thin and you're both ugly. ...have come up with a plan... No, not doing it. Come on, Dave, don't stop now. ...that's going to get them a lot of exposure. A laughing stock, totally. We can either forget it or do it and just maybe get rich. This is crazy. They may not have the talent for it. Dancers have coordination, fitness and grace. The bodies for it. The less I eat, the fatter I get. So stuff yourself and get thin. Or the stomach for it. I think I'm gonna be sick. But when you've got nothing to lose... Breath! This lot go all the way. You lot. You've got nothing to hide. That would be worth a look. We've sold 200 tickets. No one said anything to me about the full Monty. Are you in or are you out? So this is your great money-making enterprise, is it, Gary? Strippers? You? Fox Searchlight Pictures presents... Only I couldn't, could I? Why not? The most revealing comedy of the year. We're doing this, then. Just this once. We're doing it right. The Full Monty. You don't sing? No. You don't dance? No. What do you do? This. Can leave your hand on. Remélem tetszett mindenkinek a kis ízelítő, nem csak a hölgyekre gondolok. Szóval december 20-án a 6. Pán Európa Supertombolán ezt a filmet tekinthetik meg premier előtt az érdeklődők. És kivel játszom? Csakorom, Juhász Dorottya vagyok. Szia! Játszottál már velünk ilyen kirakós játékot? Igen. Jó, hát akkor válasz egy télapot, és akkor kezdhetjük is. Neked is elmondom, hogy 10 lépésből ki kell, hogy rakjad. Ezt. Akkor kezdhetjük is. A 8-ast az 1-esre. A 6-ost az 1-esre. Egyes, kettes. Egyes, hármas. Van segítséged, vagy egyedül igen, játszol? Igen, anya. Kettes, hetes. Hát ez nagyon gyorsan ment. Gratulálok neked. És te is a Fuji Fotócentrum ajándékait nyerted. Egy Fuji kazettát és 3 Fuji filmet. Ki szokott fotózni a családban? Apukám, de legtöbbször anyukám. Hát akkor azért biztos, hogy fel tudjátok őket használni, meg jönnek az ünnepek, sok családi fotózás lesz. Egyébként mit hozott a Mikulás? Hát... csokoládét... Virgácsot meg... kaptál? Nem. Nem? Jó? Jó gyerek voltál? Igen. Hát azért egy kis virgács, ezt mindenki szokott kapni. Más nem, a jövőben majd úgyis rászolgál. Nem baj. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottál. Köszöntöm azokat a kedves nézőinket, akik úgy döntöttek, továbbra is velünk tartanak. Elsőként a 4:45 láthatják, majd a Tatai Televízió magazin műsora következik. Néhány cím a tartalomból. Elsőként összeállítást láthatnak a Vasari udvar parkosításáról és az Öreg Tóért Alapítvány legutóbbi üléséről. Bemutatjuk, miként oktatják városunkban a diszlexiás gyerekeket. Majd szó lesz egy új törekvésről, hogyan lehet általános iskolásoknak filozófiát tanítani. Ismét választ kapnak kérdéseikre a tatai polgárok. Bemutatjuk a hét műtárgyát, és azt hiszem, így karácsony előtt egy kis fenyőfavásárlási jó tanács el kell mindenkinek. Legvégül pedig a rendőrségi híreket láthatják.
Ha a témákkal kapcsolatban bármilyen kérdésük van, kérjük hívjanak minket a 383-523-as telefonszámon. Most pedig következzék a negyedelő, az elmúlt negyed év várospolitikai döntéseinek összefoglalója. Ismét eltelt egy negyed év, és ebben a negyed évben talán a legtöbbet hallott szó a kistérségi társulás és annak fejlesztése volt. Mi is ez valójában, és mennyire lehet kiút a város szempontjából? A kistérségi társulások kötelező feladata elkészíteni a területre vonatkozó stratégiai tervüket. Korábbi beszélgetéseink során már szóba került a területfejlesztési törvény, ez írja elő annak a menetét, hogy a területfejlesztési törvény értelmében milyen tervekkel, milyen stratégiai, taktikai elképzelésekkel, programokkal kell elkészülni bizonyos törvényi határidőkig. Ez a kistérség úgy határozza meg magát ebben az anyagban, hogy szeretne vonzó, kellemes lakókörnyezet lenni. Emellett szeretné, ha a természeti, kulturális értékei megmaradnának, illetve gyarapodnának, a gazdasági ágazatok közül elsősorban az idegenforgalmat célozza meg, mint fejlesztendő és mint munkahelyteremtő területet, ugyanakkor nem zárja ki a zöldmezős beruházásokat, tehát az iparnak azt a területét, amely a környezetére érzékeny. Sok jól képzett munkaerő él ezen a területen, ezt a munkaerőt kellene tudnunk megfelelő, a környezetére érzékeny területen foglalkoztatni. És ami nagyon fontos ebben a koncepcióban, az a kistérség nyitottsága. Erről egy külön fejezet szól a programban, ami azt jelenti, hogy az itt élő emberek, ezen a területen élő közösségek mindig, a történelem során mindig nyitottak, együttműködők voltak, fajra, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül. Ezen a területen legalább 4 nemzetiség él, és legalább 5 felekezethez tartoznak az itt élők. Tehát egy olyan történelmi hagyománya van, ami az úgynevezett most divatos szóval élve nyitott társadalomnak is alapja lehet. Hogy ne csak aktákról és ne csak tervekről essék szó, hanem ezek anyagi hátteréről is, akkor kell, hogy beszéljünk a költségvetésről. A következő év költségvetésének koncepciója már takarja ezt a kistérségi területfejlesztési program valamilyen szintű finanszírozását? Hát ez most a stratégiát jelenti, ez a program. Ehhez természetesen ki kell majd dolgozni a konkrét lépéseket is. Ez ilyen közvetlenül azért még a költségvetésben nem jelenik meg. Természetesen meg kell, hogy jelenjen azért minden költségvetési koncepcióban az, hogy amit ez az elfogadott irányelv, amit az elfogadott irányelvek takarnak, azok a költségvetés prioritása szempontjából is tükröződjenek, és ilyen szempontból tényleg szerepel a költségvetési koncepcióban. A költségvetési koncepciónknak a fejlesztési része az, ami harmonizál ezzel a stratégiával, hiszen elsősorban az infrastruktúra kiépítését célozzuk meg jövőre is, ami mindenféle fejlesztésünknek az alapja kell, hogy legyen. A koncepció egyébként, a költségvetési koncepció első rangú helyen szerepelteti a város pénzügyi stabilitásának a megőrzését. Második, most a sorrendet állítunk fel, második helyen az intézmények kiszámítható, megfelelő színvonalú működtetése szerepel. Nagyon szeretnénk azt elérni, hogy a fejlesztés, beruházás, városüzemeltetés az összköltségvetésnek legalább a 20%-át vagy a körüli százalékát érje el. Ez konkrét számokban annyit jelent, hogy ha 1,7 milliárdos költségvetéssel számolunk, akkor legalább olyan 450-400 millió forintot kellene költenünk városüzemelésre és fejlesztésre. A fejlesztési csomagon belül abszolút első helyen áll az útépítés, a csatornahálózat bővítése, az ivóvíz vezeték továbbépítése,
valamint be kell fejeznünk az intézmények gázbekötését, amely munkának a nagy részét ebben az évben elvégeztük, de néhány intézmény még marad a jövő évre. Szeretnénk élen járni abban, hogy az elkészült szennyvíz csatornára rákötések megtörténjenek, tehát mintegy 25 millió forintot szeretnénk arra költeni, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat rákössük a már kiépített szennyvíz hálózatra. Szeretnénk tovább folytatni az önkormányzati lakások vízórával történő ellátását, és gyakorlatilag ezzel el is fogyott az a nagyon kevés pénz, amit fejlesztésre tudunk fordítani. Most tulajdonképpen a kiadási oldalról beszéltünk, a bevételek egyik fontos forrása a helyi adók. A helyi adók megítélésének két szempontja létezik, legalábbis a polgárok szerint. Az egyik része az, hogy be kellene szedni minden adót, és akkor kevesebb hitelt kellene fölvenni, a másik része pedig azt mondja, hogy túl sok a helyi adó. Hát igen, mind a két nézetnek van igazságtartalma. Nyilván aki adófizető, az azt szeretné, hogyha kevesebbet kellene fizetnie. A másik területen is igazuk van a polgároknak, amikor azt mondják, hogy minden bevételt meg kell szerezni, és azt kell ezzel kapcsolatban elmondanom, hogy a kintlévőség, tehát a behajthatóság szempontjából az adó területén eléggé jól állunk. Ez évben eléggé felerősített adóbehajtási politikánk azért meghozta az eredményét. Bőven az elfogadható mérték alatt van a kintlévőség. Az adópolitikának, a város adópolitikájának az a lényege, hogy olyan mértékű legyen, ami még megfizethető, tehát túlzottan ne vonjon el újabb összegeket a polgároktól, vagy az itt működő vállalkozásoktól. Mi még messze vagyunk attól a határtól, amit a törvény lehetővé tenne. Alatta vagyunk mondjuk a környezetünkben lévő városokhoz képest, Tatabánya vagy Oroszlány esetében is nálunk kevesebb ez az adó mérték. Tehát az a veszély nem fenyeget bennünket, hogy mondjuk a vállalkozók azért mennének más telephelyre, mert nálunk magasabb a helyi adó, mint másút. Az adó viszont egy nagyon fontos bevétele az önkormányzatnak, ezért jövőre is csak azt tudom mondani, hogy egy bizonyos mértékű adóemelés mellett nagyon komolyan fogjuk venni a behajthatóságot is. Tehát ebben nem lesz lazítás, vagy nem lesz engedékenység a polgármesteri hivatal részéről. A költségvetés bevételi oldalának másik fontos tényezője az állami támogatáson és normatívákon túl a saját bevételeknél a privatizációs bevétel. Szólt arról, hogy az utolsó negyed évbe fel kell pörgetni. Mi most a helyzet? Valóban a privatizációs bevételek nem úgy alakultak, ahogy terveztük. Minden költségvetésnél egy kicsit optimistábbak szoktunk lenni a privatizációs bevételek meghatározásánál, és hát ez az év is azt mutatja, hogy az önkormányzatok jól eladható vagyonnal egyre kevésbé rendelkeznek, valamint az ország általános gazdasági helyzete is közrejátszik abban, hogy eléggé pang az ingatlan piac. A legutolsó számításaink szerint kb. 30 millió forint bevételkiesés várható ezen a területen is, reálisan az év végéig, ebben a rövid 2-3 hétben ez nem is teljesíthető. A bevételek egyik forrása lehet az önkormányzati tulajdonú intézmények, objektumok bérbeadása, illetve üzemeltetésbe történő kiadása. Nem olyan régen történt egy ilyen intézménynek, a Kényszervágóhídnak a bérbeadásba, illetve üzemeltetésbe adása, ez meglehetősen nagy vihart kavart a városban. Hát ez a Kényszervágóhíd ügy, ez 93 óta szerepel a képviselő testület előtt. Már 93-ban az volt az akkori képviselő testület véleménye, hogy az önkormányzat a nem kötelező feladatait adja át olyan működtetőnek, olyan használónak, amely ezt legalább olyan színvonalon végzi, és az önkormányzat ebből még bevételre is szert tehet. A Kényszervágóhíd üzemeltetése nem kötelező az önkormányzat számára, tehát már 93-ban született egy olyan testületi határozat, hogy a jelentkező Equus Kft.-nek ezt a vágóhidat adjuk át üzemeltetésre. Ennek a testületi határozatnak a végrehajtása azért csúszott hosszú időn keresztül,
mert amikor az üzemeltető személye megváltozik, ebben az esetben új hatósági eljárásra került sor, és akkor az állategészségügyi állomás az önkormányzat számára nagyon jelentős beruházásokat írt elő, ellenkező esetben a vágóhidat be kellett volna már zárni. Ez a beruházás készült el 94-95-ben, ennek az összege több mint 5 millió forint volt, és tulajdonképpen vártunk 2 évet a beruházások befejezése után, megtudjuk, hogy ez a, mit tud ez a kényszervágóhíd, tehát most már szabályos működési feltételek mellett milyen bevételt tud produkálni ez a kényszervágóhíd, és ezért nem hajtottuk végre az eredeti határozatot, hanem úgy döntött a testület, hogy üzemeltetési pályázatot ír ki, hasznosítási pályázatot, 5 éves időtartamra nyilvános pályázatot. Erre érkezett. Ezt a pályázati csomagot, ha jól tudom, 4 pályázó vitte el, és 2 pályázat érkezett. Én az újságokban megjelent tudósítással ellentétben azt mondom, hogy az a 10 képviselő, aki az Equus Kft. Mellett döntött, az becsületesen végig nézte a pályázatokat, és meggyőződése szerint a jobb ajánlat mellett döntött. Hangsúlyozom a jobb ajánlat mellett, hiszen itt nem egy bérbeadásról volt szó, hiszen ebben az esetben elég lett volna egy licit tárgyalást levezényelni, ahol a nagyobb bérleti díjat kínáló eleve győztes. Itt egy hosszú távú, biztonságos és megfelelő színvonalú üzemeltetésről volt szó ebben a pályázatban, illetve arról is szó volt, hogy az elmaradt és szükséges beruházásokat most már az üzemeltető vállalja az önkormányzat helyett. Mindezen szempontok alapján én úgy gondolom, hogy a testület bölcsen és jól döntött. Végül is ön volt az, aki ebbe a méhgazsba belenyúlt. Ha ma kellene megtenni, mit döntene másképp, vagy másképp határozna? Én ma ugyanezt tenném. Meggyőződésem, hogy a bírálatra kijelölt bizottság nem járt el kellő körültekintéssel, ezért éltem azzal a jogommal, hogy felfüggesztettem a bizottság döntését, és a képviselőtestület elé terjesztettem. Ma ugyanezt kellene tennem a 2 pályázat pontos ismeretében. Az infrastrukturális beruházások sorában már beszéltünk a csatornahálózattal, az úthálózattal, mi a helyzet? Hát a költségvetési koncepcióban szeretnénk azt elérni, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 80-90 millió forintot tudjunk költeni útépítésre, illetve útkorszerűsítésre. Ez a város jelenlegi út állapotait tekintve rendkívül alacsony összeg. Talán segít ennek az összegnek a növelésében már idézőjelbe téve az, hogyha a csatorna pályázataink eredményesek lesznek, hiszen a csatorna beruházásokhoz is tartozik egy úthelyreállítási keretösszeg, és az idén, ami felújítás történt a városban, már 97-ről beszélek, annak is az egyik része az tulajdonképpen a csatornaépítéshez kapcsolódó felújítás volt, illetve utak rendbetétele. Ilyen alapon azért arra számítok, hogy legalább a legnagyobb forgalmat lebonyolító belső utak, illetve azok a városrészek, amelyek már évtizedek óta kérik az út korszerűsítést, illetve a szilárd burkolatú út elkészítését, hogy ezekben a városrészekben előre tudunk lépni. Akkor beszéljünk sikerekről is, mert volt egy pályázat, ahol nagyon szép sikert ért el a város. Igen, ez a Virágos Magyarországért pályázat volt, ahol a képzeletbeli rangsorban tulajdonképpen második helyet értünk el, még 3 város társaságában, és ezt én egy nagyon komoly és szép sikernek gondolom, hiszen első évben jelentkeztünk erre a pályázatra, és több mint 400 önkormányzat vett részt, olyan nagy hírű önkormányzatok, mint a balatoni települések, vagy Pécs, Szombathely, tehát olyan városok, ahol már 5-6 éve, amióta ez a mozgalom él, mindig az élvonalban szerepeltek. Persze itt is el lehet mondani, hogy Tata önmagában olyan szép, hogyha nem sok virágot ültetünk, akkor is győztes lehet egy ilyen versenyen, de azért nagyon sokat számított az a munka, amit ebben az évben nem csak a város, tehát nem csak a
önkormányzat és annak megbízott szervei végeztek, hanem amit a lakók tettek a város szépítésért. A következő évben természetesen újraindulunk, hiszen ennek a második hely azért kötelez bennünket arra, hogy jövőre újra megpróbáljuk, és ennek a versenynek igen nagy nemzetközi visszhangja is van, hiszen a győztes város az európai városok között képviselheti Magyarországot. Ha egy kicsit jobban sikerül a lakosságot bevonnunk a virágosítási versenybe, és ennek megvannak a különböző technikái, amit most kezdünk el tanulmányozni más településeken, hogyha ezt sikerül jól kidolgoznunk, és sikerül a város lakókkal elfogadtatni azt, hogy egy kis segítséggel ők maguk is nagyon sokat tehetnek azért, hogy szép legyen a közterület, szép legyen az utcakép, szép legyen maga az épület, akkor szerintem jó eséllyel indulunk jövőre. Lehet, hogy kicsit túl merész vagyunk, de az első helyért. Tételezzük fel, hogy mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy szép legyen ez a város, de sajnos munkálkodnak olyanok is, akik pont ez ellen hatnak, itt a vandálokra gondolok. Mennyire jelent megoldást, illetve mennyire jelenthet újdonságot az új kapitány személye? Hát én úgy gondolom, hogy ezen a területen valóban megoldást jelent az, hogy megoldódott a rendőrkapitány személye, hiszen most már hosszabb ideje nem volt kinevezett kapitánya Tatának, és remélem, hogy az új kapitánnyal is legalább olyan jó lesz az önkormányzat kapcsolata, mint az előzőekben Rigó Erik kapitánya volt. Amikor eljött hozzám a rendőrkapitány úr bemutatkozó látogatásra, akkor számba vettük azokat a területeket, ahol a rendőrség fokozott segítségét kéri az önkormányzat. Ez első helyen a közrend, közbiztonság megteremtése, illetve ennek megszilárdítása, azaz a itt élő polgárok biztonságban érezhessék magukat városukban, a nap bármely szakában. Ez a legfontosabb. A második helyen én éppen a közterületek rendjét, a közterületeken lévő értékeink védelmét jelöltem meg, és ebben nagyon jelentős segítséget várok a rendőrségtől, természetesen más szervezetektől is, például a polgárőrségtől, és a honvédségtől is. Karácsony közelettével előtérbe kerülnek a szociális támogatások, gondoskodások kérdése. Változott a helyzet, mi várható az év hátralévő részében? A kérdés az nagyon aktuális, mert éppen most készült el az a beszámoló, amit a Humán Bizottság elé terjesztettem. Összességében azt mondhatom el, hogy az önkormányzat 97 évben 139 millió körüli, nem pontos számot mondtam, mondjuk 140 millió forint központi támogatást kap. Ebből 130 millió forintot költöttünk a szociális intézményekre, és a saját bevételeink, egyéb bevételeink terhére 110 millió forintot fordítunk különböző segélyezésekre, illetve különböző támogatásokra. Évvége közelettével az úgynevezett átmeneti segélyre igényt benyújtók száma megszokott sokszorozódni. Ez ebben az évben sincs másképp. Nyilván az ünnephez közeledve nagyon sokan úgy gondolják, hogy valamilyen azonnali segítségre van szükségük, hogy ők is karácsonyfát állíthassanak és vehessenek egy kis szaloncukrot. Tehát most úgy néz ki a felhasználás, hogy igazán ebben az utolsó stádiumban fog megugrani újra. Ehhez tartozik még az év végéhez, hogy általában 100-110 hátrányos helyzetű gyereket hívunk meg a polgármesteri hivatalba, és itt egy kisebb ajándékcsomagot adunk át, hogy ők sem maradjanak ajándék nélkül a szeretet ünnepén. Körülbelül 900 csomagot juttatunk el az idős, egyedülálló, rászorult embereknek a városban. Ennek az értéke, ennek a csomagnak az értéke 2500-2600 forint, és ezt a tapasztalataink szerint nagyon várják és nagyon örülnek ennek a csomagnak az idős emberek. Összességében a szociális területen végzett munkánk december hónapban azt célozza, hogy a karácsony ünnepén
a hátrányos helyzetű gyerekek, a rászorultak, az idős egyedülálló emberek is örülhessenek, valamiféle segítséget nyújthassunk és ajándékkal kedveskedhessünk a szeretet ünnepén. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.